kínai tájkép, ez a legkorábbi versem, amit megtartottam. 1971-es dátumot sel, de tulajdonképpen ez egy 65-ös szöveg, csak eredetileg nem háromsoros volt. Tehát 71-ben, amikor megjelenéshez rendeztem, akkor alakítottam ki a végleges háromsoros formáját. Azért is tettem ezt, mert a távol-keleti költészetben nagyon gyakoriak a háromsoros formák, amiknek az a különös ereje, hogy ha belegondolok, nem kiegyensúlyozott, nem szimmetrikus forma a háromsoros. És ez az egyik nagy ereje szerintem a távol-keleti művészetnek. Nem olyan módon próbál zárni, mint az európai művészet. Tehát ez a vers, amit igen nehéz felolvasni, mert nagyon rövid, ez így hangzik. Deszkapallón ülök két csönd határán. A felhőtlen víz fodrozódik, elsimul. Fölösleges a gondolat, szél, ha elül.